klímastratégia mintegy 2 Celsius fokkal nőtt az éves átlaghőmérséklet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években, hangzott el kedden a megyeházán egy klímavédelmi konferencián. Házhoz megy a segítség, közel 600 idős vagy tartósan beteg ember részesül házi segítségnyújtásban Nyíregyházán, környékén és a Bokortanyákon. Figyeljünk a ködben, mind autóval, mind gyalogosan érdemes óvatosan közlekedni a korlátozott látási viszonyok között. Mintegy 2 Celsius fokkal nőtt az éves átlaghőmérséklet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években, hangzott el kedden a megyeházán egy klímavédelmi konferencián. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hőmérséklet emelkedése az éghajlatváltozásnak és globális felmelegedésnek köszönhető. A negatív hatások csökkentését az energiahatékonyság fejlesztésétől, a megújuló energiák használatától, valamint egy konkrét klímastratégia kidolgozásától remélik az illetékesek. A környezeti és energiahatékonysági operatív programon belül összesen több mint 1100 milliárd forint szolgálja a klíma- és környezetvédelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a megújuló energiák használatát, mondta előadásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a fórumon. Hozzátette, az energiahatékonyság növelésére utóbbi programon belül 760 milliárd forint jut, az országos és megyei klímastratégiák kidolgozására a következő másfél évben jelentős összegeket használhatnak fel a megyei önkormányzatok. Az előkészítő folyamat, ez országosan néhány 100 millió forintból következik be, a stratégia megalkotása, és amit a stratégiában ebben a másfél évben kidolgozásra kerül, itt a megyében, annak a megvalósítását fogjuk segíteni beruházási támogatásokkal és egyéb fejlesztési pénzekkel. A beruházási pályázatok kiírása folyamatban van, a stratégia alkalmazása azonban egy hosszú távú folyamat lesz. A következő évtizedeket ezt meg fogja határozni, és ebből egy rész, például a Felső-Tiszának a kezelése, akkor például az energetikai korszerűsítések, amit már az elmúlt időszakban is elindultunk, ennek a folyamatnak egy része. Azt lehet mondani, hogy több száz beruházásról van szó, amivel a megye maga is fejlődik, a gazdaság is fejlődik, a környezet is fejlődik, és hát nyerünk mindannyian, hiszen például kevesebb energiát és hatékonyabban tudunk felhasználni. A megyei közgyűlés elnöke szerint jó úton haladnak a klímastratégia kidolgozásának előkészítésével. A megyék sorrendjében talán elsők vagyunk, akiknek kiválunk ennek a feladatnak. 30 millió forintot kapnak a megyei önkormányzatok mindegyike ennek a feladatnak a végrehajtására, amelynek végső eredménye egy olyan stratégiai dokumentum, amely a következő évtizedekre határozza meg a cselekvéseinket, illetve a cselekvési stratégiáinkat, de nagyon fontos az a társadalmasítás is, az a tudatformálás, az a fejlesztési feladat, amit a települési önkormányzatok, a civil szervezetek és az egyes emberek érdekében, családok érdekében végzünk, hogy tudatosítsuk ezt a fajta kihívást, amely mindannyiunk előtt áll. A konferencián az előadások mellett kerekasztal beszélgetéseken is biztosítottak lehetőséget a szakembereknek a klímaváltozással kapcsolatos kérdések megvitatására. Közel 600 idős vagy tartósan beteg ember részesül házi segítségnyújtásban Nyíregyházán, környékén és a Bokortanyákon. Általában napi 4 órában látogatják az ellátottakat a gondozók, akik segítenek bevásárolni, ebédet visznek számukra, kiváltják gyógyszereiket. A szociális törvény módosítása érinti az ellátást, nem szab időkorlátot. Az elmúlt hetekben és napokban az zord hideg miatt is fokozottabban figyeltek a segítő szolgálatok, a házi segítést nyújtó ápoló gondozók is az idős emberekre, az egyedülállókra és az ápolásra szorulókra. Jók alamelyik, kívánok! Meghoztam az ebédet. Nagyon szépen köszönöm! Nem csak ebédet visznek az időseknek, hanem a házi segítségnyújtásra jogosultakat 4 órában el is látják otthonukban. A házi segítségnyújtás lényege, hogy a rászoruló továbbra is önállóan saját otthonában él, és ott kap segítséget. A gondozó bevásárol számukra, gyógyszert vált ki, hivatalos ügyeket intéz, akik önellátásukban korlátozottak, nekik öltözködésben, étkezésben is segítenek.
Házi segítségnyújtásra a törvény pontosan megmondja, ki az, aki jogosult. A 18 évét betöltött felnőtt ember, aki segítségre szorul, aki mozgásában korlátozott, akinek olyan egészségkárosodása van, vagy elérte a nyugdíjas korhatárt. Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén, a Bokortanyákon 2000 ellátott van. Házi segítségnyújtásban közel 600-an részesülnek. A központ 75 gondozója végzi a munkát. Korábban napi, legalább egy, legfeljebb 4 óra gondozásra lehetett jogosultságot szerezni, januártól a törvény módosítása értelmében viszont nincs időkorlát. Az idei évben is úgy van, mint ahogy eddig volt. A törvény szabályozza, hogy 1 és 4 óra között láthatjuk el az idős embereket házi segítségnyújtás keretében. Ha valakinek 4 órán túl is lenne igénye, akkor erre is van lehetőség egyéni elbírálás alapján, de más díjszabások tartoznak ahhoz. Az ellátásra jogosultak általában napi 4 órában kérnek segítséget, mondta el az igazgató. Azok, akik tartósan betegek, felügyeletet igényelnek, számukra a bentlakásos elhelyezést javasolja a szakma. A témával bővebben szerdai 35 perc című műsorunkban foglalkozunk. A fél országra figyelmeztetést adtak ki még hétfő délután a sűrű, tartós köd miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is korlátozott látási viszonyok voltak a párás, ködös idő miatt, főként hétfő éjszaka és kedden reggel a délelőtti órákban. Az általunk megkérdezett gépjárművezető szakoktató azt mondta, ilyenkor lakott területen belül is érdemes felkapcsolni a ködlámpát, valamint kisebb sebességgel, nagyobb odafigyeléssel kell közlekedni. Kedd reggel még ezt a térképet lehetett találni az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalán, a fél országra figyelmeztetést adtak ki a köd miatt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei utak igazolták a jelzést, a köd sűrű volt, mindenki igyekezett óvatosabban közlekedni, hiszen rosszak voltak a látási viszonyok. Ilyen időjárási körülmények között, mikor nehezebb a távolságba látni, ezért mindenképpen indokolt a lakott területen belül is a tompított fényszóró használata, nem csak lakott területen kívül. Illetve ha a köd miensége befolyásolja, akár az első ködlámpa, akár a hátsó ködlámpának a használata is indokolt lehetséges. Az általunk megkérdezett gépjárművezető szakoktató hozzátette, ködös időben kisebb sebességgel érdemes közlekedni. Az emberek ilyen időjárási körülmények között sokkal kevesebbet vezetnek, ezért rutintalanabbá válnak. Ilyenkor agresszívakká, türelmetlenebbé is válnak, és a követési távolságot nem mindig tartják be, illetve a lassabban közlekedőket szeretik megelőzni. Mivel nem látják be teljesen az útszakaszt, ezért ez baleset veszélyes. A párás, ködös időben sokszor a jelzőlámpák, táblák sem látszódnak jól, a kijelölt átkelő helyeknél pedig a gyalogosoknak is érdemes körültekintőbben közlekedniük, hiszen később vehetik őket észre a sofőrök. Ilyen időben a vezetés fárasztóbb, ezért a reakcióképesség is csökkenhet. A köddel kapcsolatos aktuális figyelmeztető előrejelzéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalán lehet megtalálni, eszerint szerdán nem várható sűrű köd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Teljes látogatási tilalmat rendeltek el mától a József András Oktatókórház nyíregyházi telephelyein, a Szent István utcán és a Sóstói úton. Erre azért volt szükség, mert a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának adatai szerint 40%-kal nőtt az influenzás megbetegedések száma az elmúlt heti adatokhoz képest. A hurutos és légúti fertőzések miatt a betegek védelméért rendelték el a korlátozást, amely január 24-től 2-től visszavonásig érvényes. Januártól ingyenes az agyhártyagyulladást okozó meningokokkusz C fertőzés elleni oltás minden 2 év alatti gyermek számára. A vakcina a patikákban elérhető. A B-típusú oltóanyag pedig heteken belül ismét bekerülhet a gyógyszertári forgalomba. A korábban 2000 forintos meningokokkusz C fertőzés elleni vakcináért, mint ismert, az idén már csak a dobozdíjat kell megfizetniük a szülőknek. Az orvosok ezelőtt is ajánlották, hogy a kisgyermekek vegyék fel az oltást, ami egyébként továbbra is az ajánlott védőoltások listáján marad, de az ingyenessé tétel miatt sokkal többen kaphatják majd meg, mondta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tiszti főorvos.
megjelent, hogy a 100%-os támogatás az meg lesz, illetve én kérdeztem a TB-t is, hogy melyek azok az oltóanyagok, amelyek felírhatók. Tehát egyértelműen a C-típusú meningitis lesz az, amire az oltást kezdeményezheti az háziorvos, és felírhatja a receptet 100%-os támogatással. Két személygépkocsi ütközött össze hétfő délután Nyíregyházán a Tünde utca és a Lujza utca kereszteződésében. A balesetet az okozta, hogy egy kanyarodó jármű nem adta meg az elsőbséget egy másik autónak. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős, az autókat csak tréler segítségével tudták elszállítani. 20 zsáknyi téli ruhát gyűjtöttek össze a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai, hogy kik kapják a ruhákat, arról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Lejátszotta idei első felkészülési mérkőzését a kisvárdai futballcsapat. Az NB2-es tabella 5. helyén álló együttes 3x45 perces meccsen 6-2-re verte az NB3-as Nyírbátort. A kisvárda csütörtökön törökországi edzőtáborba utazik. 31 intézmény 126 versenyzője állt rajtkőre Máté Szalkán az első és második korcsoportos úszó diák olimpia megyei döntőjében. A versenyszámok győztesei bejutottak a márciusi debreceni országos döntőbe. Húsz zsáknyi téli ruhát gyűjtöttek össze a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai. A tanulók is csatlakoztak a Szabadfogas elnevezésű országos akcióhoz, melyben már nem használt, jó állapotú kabátokat és téli ruhaneműket adományoznak a rászorulók részére. A vasváris diákok az összegyűjtött ruhadarabokat az Oltalom Szeretett Szolgálatnak ajándékozták. Ruhákat hoztak a nappali melegedőnek a vasváris diákok. Ők is csatlakoztak az úgynevezett Szabadfogas országos kezdeményezéshez. A tanulók összegyűjtötték a már nem használt ruhadarabokat, így női, férfi és gyerek ruhákat adományoztak a rászorulóknak. Az ötletet az interneten látták a diákok. Elmondtuk az osztályfőnökünknek, nagyon támogatta az ötletet, elmondtuk az igazgatónőnek is, az egész tanári karról összefogva nagyon támogatták. Elkezdtük az iskolában gyűjteni, és az összegyűlt egy adag meleg ruhát elvittük az Oltalom alapítványnak. Végül az egész iskolát bevonva összesen 20 zsák ruhát sikerült gyűjteniük. A nappali melegedő beérkezők nagy részének szüksége van a meleg ruha adományokra és az ellátás mellett. Elég nagy mennyiségűt gyűjtöttek össze a gyerekek. Volt egy olyan család, aki 6 nagy szatyorral várt minket, egy belvárosi egyik második emeleti lakásáról hordtuk le, és majd azt követően szállítottuk ide. És természetes az ilyen felhívásnak mi is igyekszünk minél előbb eleget tenni, és a jövőben is, bármikor, ha bármilyen ilyen jellegű hasonló felhívás lesz, akkor természetesen mi is Nyíregyházan szeretnénk csatlakozni az országos programhoz, ha segíteni tudunk. Az Oltalom Szeretett Szolgálatnál azt mondták, nem jellemző, hogy adományokat visznek nekik. Az ünnepek körül és a téli időszakban valamennyi ruhát és ételt kapnak. Ezeket mindig rászorultság alapján osztják ki a nappali melegedőbe érkezők között. Mindig rászorultság alapján, illetve ha az utcáról bejön egy olyan ember, akinek a ruházata megkívánja, azt természetesen lecseréljük az egészet. Nagyon sok ellátottunk, hajléktalanok kint dolgoznak a közfoglalkoztatásban. Ha az ő ruházatuk mondjuk éppen aznap vizes vagy koszos sáros, akkor aznap rögtön adunk nekik ezekből. A ruhákat idéglenesen a raktárban helyezték el, de már holnaptól elkezdhetik kiosztani a rászorulóknak. Lejátszotta idei első felkészülési mérkőzését a kisvárdai futballcsapat. Az NB2-es tabella 5. helyén álló együttes 3x45 perces meccsen 6-2-re verte az NB3-as Nyírbátort. A kisvárda csütörtökön a törökországi Antáliába utazik, ahol a jövő hét végéig edző táborozik majd Révész Attila együttese. Eredetileg két mérkőzésen lépett volna pályára szombaton a kisvárda, a szatmár németiek azonban betegségek miatt lemondták a találkozót, így a szakmai stáb úgy döntött, 3x45 percet játszanak a vendég Nyírbátorral. A mérkőzés előtt Erős Gábor bemutatkozott új szerepkörében, a csapatkapitány a jövőben edzőként is dolgozik a felnőtt csapatnál. Segíteni fogom a vezetőedző munkáját, ugye ugyanúgy megmaradok még elméletileg játékosnak, mint ahogy eddig voltam, csak már valószínűleg kevesebb szerep fog jutni ebben a fél évben, vagy akár a jövőben már számomra. A feladatom az az lesz, hogy segítsem a srácok munkáját, amennyiben esetleg a mester hiányzik, akkor megtartjuk az edzést ugye természetesen a stáb többi tagjával,
és amiben tudok, mindenben segíteni fogom a fiúkat. A kisvárdaiak szakmai igazgatója szerint kissé le vannak maradva a felkészülésben a tervezethez képest. Sajnos az időjárás jelentősen megnehezítette a dolgunkat. Ez a tartós hideg nem teszi azt a munkát lehetővé, amit elterveztünk. Nagyon csúszik a műfőes pályánk, ilyet még nem tapasztaltunk, hogy a folyamatos nappali hideg következtében olyan csúszósá vált a felső terület, hogy nem tudunk minőségi munkát végezni, sajnos a délceg is, a rajc is megsérültek ennek köszönhetően. A fizikai részre egy picit most nagyobb hangsúlyt fektettük, ebből kifolyólag, ugye, és azt gondolom, hogy összességében a jövő héten már azon a szinten leszünk, amit elvárhatunk. Az edzőmeccs végül 6-2-es hazai győzelemmel zárult. A kisvárdaiak csütörtökön Törökországba utaznak, ahol orosz, grúz és macedón csapatok ellen 4 mérkőzés játszik majd Révész Attila együttese. 31 intézmény 126 versenyzője állt rajtkőre Máté Szalkán az első és második korcsoportos úszó diák olimpia megyei döntőjében. A versenyszámok győztesei bejutottak a márciusi debreceni országos döntőbe. Alsó tagozatos általános iskolás gyerekektől volt hangos szombat délelőtt a Máté Szalkai városi úszoda, a létesítmény adott otthont ugyanis az első és második korcsoportos úszó diákolimpia megyei döntőjének. Bár betegség miatt sokan hiányoztak az indulók közül, a házi versenyeket követően így is 31 intézmény közel 130 fiatal úszója állt rajtkőre, hogy gyors, hát és mellúszásban összemérje tudását. A Szabolcstor úszóversenye keretében Máté Szalkán már több versenyt rendeztünk, mint megyei úszószövetség, és amikor a diáksport tanács kérdezte a véleményemet, hogy hol rendezik az idei megyei úszódöntőt, Máté Szalkát javasoltam, nagyon szeretünk ide járni, nagyon jó a szervezés, a rendezés, minden feltétel adott egy megyei úszódiák olimpia döntő megrendezéséhez. Máté Szalkán először rendeztek úszódiák olimpiai megyei döntőt. A Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy minél több helyszínen rendezzenek versenyeket. Mindenképpen szerettünk volna eljönni, mert az egyik célunk az, hogy ne csak Nyíregyházán legyenek a diákolimpiai megmozdulások, hanem valóban az egész megyét járjuk be. És nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok olyan település van, aki időt és energiát fordít, akár legyen az pénzbeli vagy erkölcsi energia, hogy a diáksportéletet, a sportéletet támogassa, és ezáltal a lehetőségek is kinyílnak előttünk is, mint diákolimpiai mozgalom segítői elő. A város polgármestere elmondta, hogy nyártól már a helyi sportegyesület színeiben is úszhatnak és vízilabdázhatnak a fiatalok. Ez egy komoly megtiszteltetés. Különösen annak a Máté Szalkának, aki ugye hitet tett az elmúlt években amellett, hogy mindenfajta sporttevékenységet, amivel a gyerekek fejlődhetnek, egészségesebbek, a zászlajára tűz, és nagyon nagy ráfordításokkal, mind energia, mind anyagi ráfordításokkal támogatni és fejleszteni fog. Ezért örülök annak, hogy kvázi kertcsinálónak a gyerekek számára, a Máté Szalkai gyerekek számára is itt vannak a Diáksport Egyesület versenyzői, a megye legjobbjai gyakorlatilag, és hát reméljük, hogy az elkövetkezendő években minél több Máté Szalkai gyerek is eredményesen fog szerepelni a diákolimpián. Hogy ez megtörténhessen, ezért döntős született arról, az elképzelések már össze van rakva arra vonatkozólag, hogy a nyárig szeretnénk az MMTK-nak, ugye a Máté Szalkai MTK-nak létrehozni az úszó szakosztályát, illetve a vízilabda szakosztályát. A Máté Szalkai MTK úszói között ott lehet majd Grózinger Panna is, aki 50 méteres gyors, illetve hátúszásban állt rajtkőre. Kisbaba korom óta már úszom, és már megszerettették velem a vizet, és nagyon kötődöm a vízhez, mert rájöttem, hogy valami kell legyen, hogy levezessem az energiámat. A megyei döntő aranyérmesei bejutottak a március 18-án esedékes debreceni országos fináléba. A hétvégén a harmadik és negyedik korcsoportos úszók állnak majd rajtkőre Máté Szalkán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Mintegy 2 Celsius fokkal nőtt az éves átlaghőmérséklet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években, hangzott el kedden a megyeházán egy klímavédelmi konferencián. A hőmérséklet emelkedése az éghajlatváltozásnak és a globális felmelegedésnek köszönhető. A negatív hatások csökkentését az energiahatékonyság fejlesztésétől, a megújuló energiák használatától, valamint egy konkrét klímastratégia kidolgozásától remélik az illetékesek.
Közel 600 idős vagy tartósan beteg ember részesül házi segítségnyújtásban Nyíregyházán, környékén és a Bokortanyákon. Általában napi 4 órában látogatják az ellátottakat a gondozók, akik segítenek bevásárolni, ebédet visznek számukra, kiváltják gyógyszereiket. A szociális törvény módosítása érinti az ellátást, nem szab időkorlátot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is korlátozott látási viszonyok voltak a párás, ködös idő miatt, főként hétfő éjszaka és kedden a reggeli délelőtti órákban. Az általunk megkérdezett gépjárművezető szakoktató azt mondta, ilyenkor lakott területen belül is érdemes felkapcsolni a ködlámpát, valamint kisebb sebességgel, nagyobb odafigyeléssel kell közlekedni. A Kölcsey Televízió híradóját látták január 24-én, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, egy erősödő anticiklon peremén hidegebb levegő szivárog térségünkbe, ezért szerdán több helyen megélénkül a szél. Az éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, foltokban zúzmarás köd képződhet, hószállingózás, ónos szitálása ködös helyeken lehet. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap délelőtt általában gyengén felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű, az északi szél helyenként megélénkül. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is hideg téli, helyenként napos, másfelé ködös időre van kilátás. Éjjel erősen mínusz 15 fok alá hűlhet a levegő, és napközben legfeljebb fagypontig emelkedik a hőmérséklet. Jelentős csapadék továbbra sem lesz, de a borult ködös időszakokban és helyeken ónos szitálás, hószálingózás előfordulhat.